Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttek. Én itt mászkálni fogok, be fogok zavarni a saját előadásomba, de se baj. A kérdés az, hogy most van november 6-a, kint sötét van, és mi itt ülünk, kivilágított terem, egy előadást fogunk nézni, hallgatni, ahelyett, hogy otthon ülnénk, és néznénk, hogy hogyan pattog a tűz a kandallóba vagy a kályhába, elmélyülnénk, és kicsit ilyen hipnotikus módon elmerülnénk a tűzben, a nyugalomban, a pihenésben. Hát nézzük meg azt, hogy hogyan hatott a világunkra az, hogy feltaláltuk a villanyt, meg az elektromosságot, aminek a segítségével működünk. Ugye látni fogjuk, hogy nagyon erősen befolyásolta ez az alvásunkat. Ugye azt tudjuk, amit itt fölvetitek, azt mindenki tudja. Aludni fontos is, meg jó is. A ritmus már egy más kérdés. Ez egy olyan dolog, amit kicsit elhanyagoltunk az utóbbi időben. Persze lehet, mindenki mondta, hogy igen, a bioritmus, ez fontos dolog, de valahogy a hétköznapokban nem biztos, hogy eleget odafigyelünk rá. A kérdés azonban az, hogy ha nem figyelünk eléggé oda az alvásunkra, és nem figyelünk eléggé oda, hogy elég ritmusosan éljünk, az megbetegíthet-e minket, lehet-e tőle valami bajunk, akár testi, lelki, bármilyen betegségünk. Természetesen válasz az, hogy igen, lehet, fogunk is erről beszélni. Nagyon fontos, hogy egy elírás van, bocsánat, a 2000, ennyire régen még nem volt Nobel-díj, bár jó lett volna, hogy már akkor is, de ezt most persze mondhatjuk, hogy már a görögök is egyébként az igaz, az alvás zavarokra is, hogy már a görögök is foglalkoztak vele. Tehát a 2017-es orvosi Nobel-díjat ezt a bioritmus kutatásért adták, ami egy nagyon fura dolog, hiszen azok az emberek kapták, akik leírták azt, hogy a muslicának a biológiai ritmusát, azt egy belső gén irányítja, amit aztán óragénnek neveztek el. Úgyhogy aztán ennek milyen nagy jelentősége lesz, ezt rövidesen meg fogjuk látni, de most térjünk vissza az emberekhez, rögtön az elején. Nézzük meg azt, hogy hogyan változott az emberiség viszonya az időhöz. Egyrészt tudjuk, hogy megnőtt az átlag életkor. Azt is tudjuk, hogy a testi fejlődés felgyorsult. Az embernek a gyerekei saját maga fölé nének. Az én fiam egy fejjel magasabb nálam, 30 kilóval nehezebb, tiszta izom, tehát nagyobb, mint én vagyok. De azt is tudjuk, hogy a lelki fejlődést lelassult. Egy 16 éves lány ma szül, egyáltalán felnőttnek tekinthető egy 18 éves gyerek ma, egy hivatalosan igen, de a gyerekeink felnőttként viselkednek és működnek-e már 18 éves korukban? Nagyon sokan még nem. Ez lelassult a lelki fejlődésnek, nagyon sok oka lehet. Nyilván a világunk bonyolultabb, sokkal több dolgot kell megtanulni a felnőtt léthez, tehát ez is lassítja, hogy egyszerűen lassabban leszünk kész. De azt is tudjuk, hogy az emberi agy mérete csökken az idők folyamán. Hát ennek többfajta magyarázata is lehet. Lehet ilyen pozitívan gondolkozni, hogy a számítógépes eszközeink, meg a pendrive-eink is egyre kisebbek lesznek, és mégis egyre hatékonyabbak. Nem biztos, hogy ez az optimális magyarázat van mögötte, ki tudja. Aztán ki tudja, hogy egy házasság átlagos időtartama mennyi volt az antibiotikumok felfedezése előtt? Ki mire szavaz? Ki mondja azt, hogy 30 év? 11? Na, még más becslés esetleg? 15? 20? 7-es darab év volt egy házasság átlagos időtartama. Egyszerűen azért, mert valaki meghalt. A tüdőgyulladás halálos betegségnek számított az antibiotikumok felfedezése előtt, és nagyon sokan haltak meg egy téli időszakban 30-40 ezer ember, mint Nemecsek is a Pál utcai fiúkban. Egy banális betegségnek számít a tüdőgyulladás ma. Régen is hétköznapi volt, egyáltalán nem volt banális, mert az emberek meghaltak. Nagyon sok nő halt meg szüléskor. Tehát nagyon rövid volt a házasság átlagos időtartam, az emberek megözvegyültek, újraházasodtak. Tehát sok egyes szociológusok azt mondják, ez azért nem egy fő vélemény, de fölvető, tehát az, hogy 30-40 évet kell élni ugyanabban az emberrel, ez egy evolúciós kihívás ma az emberiség számára. Na de, ami minket sokkal jobban érdekel, az, hogy hogyan változnak a biológiai ritmusaink. Tehát azok a ritmusok, amik meghatározzák a mi biológiai működéseinket. Tudjuk azt is, hogy érdekes módon a női ciklus az egy majdnem olyan, mint a holdfázisoknak a ritmusa, 28 nap. Ugye, mint a holdfázis, vagy egy picit több, de nagyjából olyan
cirka holdfázisnak megfelelő, nagyjából holdfázisnak megfelelő. Látni fogjuk, hogy a napi bioritmus is csak cirka napi ritmus, cirka diáritmus, tehát a körülbelüli. Fogalmunk sincs, hogy a női fogamzóképességnek mi köze van a holdhoz, a holdfázisokhoz, ez már nem fog kiderülni, de az, hogy egy hold mintázatot követ a petérés és a menstruációs ciklus, az egyértelműen biztos. Aztán azt is tudjuk, hogy vannak emberek, akik akárhogy küzdenek télen, mindig felszednek egy pár kilót. És aztán nyáron meg leadják, anélkül, hogy küzdeniük kéne azért, hogy ezt a pár kilót leadják. Tehát lehet, hogy a testsúlynak is van egy éves ritmusa, és sok embernél a hangulatnak is van egy éves ritmus, hogy télen lelassulnak, kicsit rosszabb kedvűek lesznek esetleg, aztán nyáron kivirulnak. Lehet, hogy van egy ilyen ritmus is, ez a ritmus teljesen elmosódott, ez az éves ritmus, de vannak ritmusok, amik nem tűntek el, nem mosódtak el, és ebből a legfontosabb a napi bioritmus, amit egyébként cirka-dián ritmusnak, ugye a dia az a napit jelenti, és a cirka az a körülbelüli napi ritmus, majd látni fogjuk, hogy ez tényleg csak körülbelüli napi ritmus, és ennek jelentősége van. És a másik, ami nem változott, az az, hogy az egyes emberek baglyok, más emberek pedig pacsirták, az azt jelenti, hogy a baglyok ugye ők azok, vagy bocsánat, kezdjük a pacsirtákkal, a pacsirták azok, akik reggel aktívabbak, nem tudnak sokáig aludni, ha elvégezetlen feladatuk van, akkor inkább fölkelnek korán reggel, és akkor csinálják meg, és így élnek. Egy tipikusan mezőgazdasági élethez nagyon jól passzol ez a pacsirtaság, és épp ezért pacsirtának lenni nagyon hasznos volt az alatt a hosszú évszázadok, sőt évezredek alatt, amíg az emberek főleg mezőgazdaságból éltek. Itt vannak a baglyok, ők este aktívabbak, nehezebben kelnek, nem tudnak korán lefeküdni, ha nem végeznek egy feladattal, inkább tovább maradnak fenn, aztán előfordul, hogy másnap tovább alszanak, ha tudnak, ha nem, akkor meg kiavatlanul mennek el. Mi volt az ő feladatuk vajon régen, hiszen ez is megmaradt, ez a bagolyság is, köztünk is vannak baglyok, és régen is voltak. Hát ők voltak az őrök, akik őrködtek éjszaka a termények, a takarmány, a városok, a többiek biztonsága felett. És azt is tudjuk, hogy az ősközösségi törzsek általában éjszaka háborúznak egymással, vagy háborúztak egymással. Tehát, és valóban igaz is, van egy ilyen pszichológiai tulajdonság is a baglyoknak, hogy harcosabbak egy picit a pacsirtáknál. Most tegye fel a kezét itt, aki pacsirtának tartja magát. Aha. Tegye fel, aki bagolynak. Hú, mennyivel több bagoly van. Na de miért? Mit csinál egy pacsirta most? Jó, még nincs olyan késő. Ő már nem jön el, mert ki tudja, meddig fog ez az ember beszélni. Mit tudja, ő már haza szeretne menni, ő nem húzza ezzel az esti idejét. Ami azonban nagyon fontos, visszaugrok, az, hogy a legtöbb ember egyébként rugalmas kronotípusú, pillanatnyi szükségletei szerint tudja alakítani azt, hogy ő, vagy hát nem a pillanatnyi, de szükségletei szerint tudja alakítani azt, hogy ő inkább bagoly, vagy inkább pacsirta. Jelesül ez azt jelenti, hogy minél fiatalabb, annál bagjabb, hogy így fogalmazza, mert hogy a fiataloknál nagyon erős a nyomás arra, hogy este fönt legyenek, a társas nyomás, mint látni fogjuk, az örömet okozó társas együttlés nagyon szoros kapcsolatban a bioritmussal. Az idősebbek viszont már nekik az esti bulizás már nem annyira fontos, ők hajlamosabbak arra, hogy korábban kelnek, de korábban le is feküdjenek, talán azért is, mert korábban elfáradnak. Tehát ez volt az úgynevezett kronotípus, vagyis az, hogy milyen típusok vagyunk, és a másik meg a bioritmus, aminek óriási a jelentősége, a napi bioritmus és a cirkadián ritmus. Régen közhelyként beszéltünk róla, és az orvostudomány egyáltalán nem foglalkozott vele, na ez változott meg 2017-ben igazából. Tudjuk ma már, ugyanis 2017-re, hogy a biológiai ritmus az egyik legkötöttebb életfunkciónk, és ma már tudjuk, hogy ez a tulajdonképpen csillagászati ritmus, ami a Föld és a Nap viszonyából adódik, ez minden egyes élőlényben, amíg az él, a születésétől a haláig ott ketyeg, minden egyes sejtben, minden egyes baktériumban, és minden egyes élőlény minden sejtjében. Borzasztóan fontos, és ráadásul nem egy biológiai óragénünk van, hanem sok óragénünk van. Az egész óragén rendszer a sejtekben úgy néz ki, mint egy bonyolult svájci óra. Egy különbség van a svájci órától, hogy nem pontos, mert késik. 24 óra kb. 40 perc alatt megy, ezért csak cirka napi ritmus, cirka diáritmus, erre rá fogunk még törni.
Nagyon nehezen vizsgálható egyébként az alvás, tehát a tudománynak nagyon sok időre volt szüksége ahhoz, és még sok-sok időre lesz, hogy igazából többet tudjunk az alvásról, mert nagyon nehezen vizsgálható, misztikum övezi, sokat kutatták. Amit tudunk viszont, hogy az alvást alapvetően kettő dolog szabályozza. Az egyik ez a bizonyos biológiai ritmus. A biológiai ritmusunkban ezek a bizonyos gének megmondják, hogy mikor kell aludnunk, mikor kell föllennünk, mikor kell aktívabbnak lennünk, mikor kell kreatívabbnak lennünk, mikor milyen hormonunk választódjon el, mikor milyen legyen a testhőmérsékletünk, hiszen tudjuk, hogy reggel a testhőmérséklet alacsonyabb, és estére egy picit magától fölmegy normálisan is. Ez az egyik, ez a biológiai ritmus, de van egy biztonsági rendszerünk, és ez az alvás ébredésnek az úgynevezett homeosztatikus szabályzása, ami pedig úgy működik, mint általában az életfunkciók, mint az evés például. Ha éhes vagyok, eszek, ha eleget ettem, jól lakom. Hálmos vagyok, alszom, ha eleget aludtam, már nem akarok aludni, fölébredek. De ez a rendszer, ez egy másodlagos rendszer, igazából az alap, ez a bizonyos biológiai ritmus, amiről beszéltünk korábban. Nézzük is meg, hogy néz ki ez. Igazából a biológiai ritmus az alap. Ez a homeosztatikus alvás késztetés, ahogy ez a második szabályozó rendszer, ez arra való, hogy én ne tudjam túllépni a saját szabályaimat. Tehát nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, mert az emberek alapvetően nagyon szorgalmasak, hogy ne aludjanak akkor se, amikor a biológiai ritmusuk szerint kéne, mert nincs elvégzetlen feladataik vannak, céljaik vannak, meg akarnak valósítani dolgokat, és ezért alárendelik az alvásukat ennek a célnak. És a hiába jön a biológiai ritmusokban az alvás impulzusa, ők ellenállnak, kávéznak, valahogy fönnmaradnak, és aztán nem alszanak eleget. Ezt egy darabig meg lehet tenni, mert egy idő után bekapcsol ez a bizonyos másik rendszer, ez az úgynevezett homeosztatikus alvásszabályzás, amiről mindjárt látni fogunk egy videót is. Az alvást jelenlegi tudásunk szerint két folyamat szabályozza. Az egyik a napi biológiai ritmusunk, amelyet cirkadián ritmusnak is hívunk, és ami úgy működik, mint egy belső óra. Nevezzük is a továbbiakban belső órának. A másik folyamat az alvás hiányon alapuló úgynevezett homeosztatikus alvásszabályzás, mely meggátol bennünket abban, hogy túl sok időt töltsünk ébren. A belső óránkat az úgynevezett óragének működtetik. Ez a genetikus óra megmondja nekünk, mikor kellene aludnunk, és mikor ébren lennünk, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk fáradtak. A belső óránkat be is tudjuk állítani, mégpedig külső ingerek segítségével. Ilyenek a fény és a sötétség, ennek hatását a mesterséges fényforrások erősen befolyásolják. A testmozgás, mindig is tudtuk, hogy a megfelelő időben végzett mozgás jótékonyan hat az alvásra. Társas életünk, az örömteli társas együttlét másokkal erősíti a bioritmust is, és az étkezéseink napi ritmusa. Ezeket az órabeállító hatásokat a tudomány szép német szóval Zeitgebereknek hívja. A másik folyamat, a homeosztatikus alvásszabályzás egyfajta biztonsági rendszerként működik. Ha túl sokáig vagyunk ébren, elaltat bennünket akkor is, ha a belső óránk szerint ekkor éppen nem kellene aludnunk. Most ennek a következménye lesz ez. Ez a rendszer akkor is elaltat minket, ha már nagyon álmosak és kimerültek vagyunk, amikor a belső óránk szerint még nem kéne aludnunk, mert az ő dolga az, hogy biztosítja azt, hogy az ember ne legyen végletesen kimerült. És sajnos van úgy, hogy az embert alvás vagy vezetés közben altatja el. 1995-ben indult el az alvás medicinának, az orvostudomány alvással kapcsolatos szakágának a fejlődése, és egyszerűen azért, mert valaki kiszámolta, hogy mennyi autóbaleset, mennyi anyagi kár, és ami sokkal fontosabb, mennyi rokkantság és mennyi halál származik abból, hogy valakik nem alszanak eleget. Van egy csomó tény és tévhit az alvással kapcsolatban, még mindig a közvéleményben. Az egyik az, hogy az alvás ez egy passzív pihenő állapot, az olyan, mint amikor leparkolom az autót, és az ott csendben áll az utcán, és semmi sem működik benne. Pihen. Az alvás egészen más. Az alvást úgy kell inkább felfogni, mint egy nagyon-nagyon-nagyon aktív folyamatot. Egy létfontosságú dolgok történnek a szervezetben, főleg az agyban. És nagyon fontos dolgok. Annyira fontos dolgok, hogy nincs időnk és energiánk kifele figyelni. Le kell zárnunk a figyelmünket, a tudatunkat a külvilág felé. Olyan fontos dolgok zajlanak bent. Az egész olyan, mint mondjuk egy étterem, ami be van kívülről zárva. Láthatóan nem történik kívülről semmi, hiszen az étterem zárva van.
de belül már lázas készülődés zajlik, mert főznek a következő napra. Tehát éppen azért kell zárva lennie kifelé, mert nagyon nagy munka folyik bent. Ezért is van az, hogy az alvás borzasztóan fontos az egészség szempontjából. Másik kérdés az, hogy mennyit kell aludnunk. Ugye azt mondtuk, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szorok, ez egy nagyon jól fölépíthető, meg főleg jól megjegyezhető hármas, egyébként aki tudja, tartsa is be. Azonban az európai átlag az 7,2 óra, tehát az európai felnőttek többsége messze nem alszik 8 órát. Az Amerikában ez még kevesebb, de azt tudjuk, hogy Amerika azért ilyen szempontból problémásabb is. De most nézzük meg, hogy ez, itt felsoroljuk, nézzük meg a kizökkentőt. Hogy azt mondjuk, hogy van ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szorokozás, aztán van, lehet egy olyan modell, hogy 5-6 óra munka, 7 óra pihenés, mert ugye 7 órát alszik az európai átlag, és 11 óra szórakozás, vagy olyan, hogy 7 óra pihenés, és a munka és szórakozás nem különül erősen egymástól, vagy 10-11 óra munka, vagy munka jellegi tevékenység, mert a házi munka és munka, 7 óra pihenés, és mondjuk 6 óra feltöltődésre fordítható idő. Kinek melyik a legszimpatikusabb? Ki szavaz arra, hogy 10-11 óra munkajellegű tevékenység az nagyon jó, és legyen utána 7 óra pihenés, és végülis bőven elég 6 óra feltöltődni. Ki az, aki szerint ez jó? És ki az, aki azt mondja, hogy ez nem jó? Most, hogy ilyen kiélezzük a szavazást. És ki az, aki azt mondja, hogy jó vagy nem jó, ez a világunk. Így van. Most az antropológusok viszont azt mondják, hogy igazából ez a mi világunk. 5-6 órát kell aludnunk, 7 órát pihennünk, vagy 5-6 órát kell dolgoznunk, 7 órát aludnunk, és 11 órát örömteli társas tevékenységgel töltenünk. A legjobb az az, hogyha a munka és a szórakozás nem is különül el egymástól, mert mondjuk vadászunk, az ugye egy hobbi, drága és költséges hobbi, sokan űzik, de az ősközösségekben, a vadász, hogy gyűjtögető életmódot élő törzsekben, ez ugye tulajdonképpen a szórakozás is volt, meg a munka, és ezen így szerezték meg a táplálékukat. Vannak emberek, akik nagyon keveset aludtak, híres történelmi személyiségek, Cézár is, Napóleon is 5 óránál kevesebbet aludtak, igazából 3-4 órát aludt mind a kettő. Tulajdonképpen sikeresek voltak, hát nem tulajdonképpen, mert sikeresek voltak, csak hát a vég az nem volt olyan szép egyiknél se, mert nagyon sok ideig és energiájuk volt, és igazából nekik nem lett bajuk, bár nem tudjuk, hogy meddig éltek volna, ha nem halnak meg. Ugye ő biztosan megölték ő róla, meg csak sejteni lehet, hogy megmérgezték. Őket hívjuk természetesen keveset alvóknak. Tehát van egy pár ember közöttünk, akinek tényleg elég 3-4 óra alvás, és ő vidáman el van ezzel, és nem lesz tőle semmi baja. De az legtöbbünknek ez kevés. Azt is tudjuk, hogy régen a nem alvásnak is volt világrekordja. Volt egy Randy Gardner nevű ember, egy fiatal középiskolás diák még a 60-as években, aki megpróbált erre egy világrekordot fölállítani, és 1964-ben San Diego-ban egy kontrollált alvás kísérlet során egy helyi középiskolás diák bizonyos Randy Gardner történelmet írt. 11 napig és 12 percig volt egyfolytában ébren, és ezzel felállította az első világrekordot. Ha eljátszottál a gondolattal, hogy te legyél a következő rekorddöntő, nos, inkább lebeszélnélek róla. A Guinness felfüggesztette ennek a rekordnak a jegyzését, ugyanis az önkéntes alvás megvonástól kiderült, hogy veszélyes. Ő, a Randy Gardner, egyébként él még, többet nem csinált ilyet az életbe egyébként, és ez nem is baj, tehát egyszer az életben meg lehet ezt csinálni, amilyennél sokkal nagyobb baj, az, hogyha valaki hosszú ideig, 3-4 hónapig, vagy akár évekig nem alszik eleget, és mondjuk csak egy fél vagy egy órával kevesebbet alszik annál, mint amire szüksége van. Ez enyhe alvás megvonásnak gondoljuk, emiatt ettől még tudunk dolgozni, viszont nagyon káros. Még egy dolog. Az alvás nagyon egyéni, ezért is ennyire egyéni egyébként az alvásidő is, tehát vannak, akik keveset alszanak, vannak, akik többet. Az embert az alvás laboratóriumban elkészített alvás görbéje alapján éppen úgy azonosítani lehet, mint az új lenyomat alapján. Annyira egyéni az alvásunk. Éppen ezért az alvás zavar is nagyon egyéni, és nagyon nehéz általános irányelveket mondani arra, hogy hogyan lehet belőlük kilávalni, azért én a végén fogok mondani természetesen. Mi az, ami meghatározza az alváshozt? Az egyik a genetika. Ha a szüleim keveset aludtak, vagy kevesebbet, akkor feltétlenül én is kevesebbet fogok.
az élethelyzetek. Ha tanulnom kell, ha sokat kell dolgoznom, vagy egy érzelmileg nehéz helyzetben vagyok, nagy stressz alatt, akkor biztos, hogy többet kell aludnom, és többet kell aludnom akkor is, ha fertőző betegségben szenvedek. Mert az alvás egyik legfontosabb funkciója a memória karbantartása. Memória pedig két helyen van az emberben, az egyik itt, a másik meg a csontvelőben. Az agyban lévő memória az emlékeink tárolása, meg előhívása, amit tanuláskor használunk, de a fertőző betegségekkor is egy memóriát használunk, a csontvelőben lévő immunsejtek memóriát, és ez szintén az alvás alatt regenerálódik és kerül karbantartásra, ez a memória rendszer. Ugye mondtuk, hogy ez az európai átlag, ez az amerikai, de azt is tudjuk, ma már egy több mint másfél millió embert magába, vagy majdnem másfél millió embert magába foglaló vizsgálatban, hogy mind a túl rövid, 5 óránál kevesebb, mind a túl hosszú, 10 óránál több alvás összefügg a halálozással. Nyilván fölmerül a kérdés, hogy a 10 óránál tovább, ami valaki sokat alszik, az miért? Egyes emberek természetesen sokat alvók, tehát egész életükben szükségük van mondjuk 9 óra, 10 óra alvásra, és ők ezzel jól el is vannak. De legtöbb ember, aki felnőtt korában több mint 10 órát alszik, az azért alszik 10 órát, mert nagyon rossz az alvás minősége. Igazából az az alvás nem elég jó alvás, abból a jó alvás aránya éppen úgy kevesebb, mint 5, mint a rosszul alvóknál, azért, mert valamilyen alvásbetegsége van, amit nyilván érdemes kivizsgálni, erről még a későbbiekben lesz szó. Magyarországon elég sokan hallották azt, ki az, aki hallotta már ezt, hogy az évfél előtt elkezdett alvás a leghasznosabb. Na nézzük meg, hogy állunk ezzel a világ másik részein. Ez egy tájföldi este, éjjel egy óra. Ez Moszkva, éjjel egy óra. Ez pedig azt hiszem Barcelona, éjjel egy óra. Az, hogy évfél előtti alvás kiemelten fontos, az egy mítosz. Én szerintem az általános iskolás tanárok gerjesztették annak idején. De az valóban, vagy a pacsirták, mert a pacsirtáknakra ez igaz. Tehát azokra az emberek, akik tényleg merev pacsirta kronotípusú emberek, ezekre igaz. De nagyon sok olyan kultúra van a Földön, az emberek évfélkor vacsoráznak, és nem fekszenek le, vagy 11-kor vacsoráznak, és nem fekszenek le évfél előtt. Tehát mivel nagyon sok ember úgy, hogy évfél után fekszik csak le, és semmi baj nem lett tőle, azt kell mondjuk, hogy igazából ez egyes embereknek fontos lehet, de a legtöbb ember számára ennek nincs jelentősége. Jelentősége annak van, hogy aludja meg ezt a bizonyos 7 és 8 órát, és még az is jó hír, hogy ez napi adag ez a 7 és 8 óra, tehát aki megteheti, hogy délután alszik egy jó másfél órát, ami tényleg nagyon jó, és ami része egyébként a bioritmusunknak, és az emberiség nagyobbik része alszik délután, ebéd után, mint ahány része nem, csak mi pont abban a szerencsétlen kisebbik részébe esünk, akik ugye nem alhatunk ebéd után, csak ritkán, akkor az a másfél óra alvás, az lejön az éjszakai alvásból, tehát éjszaka kevesebbet alszok. Ugye ez egy lényeges dolog, ez a délutáni alvás. Ahogy mondtam, ez része a bioritmusunkat. Mi itt az európai kultúrának ebben a részében, Közép- és Észak-Európában alkalmazkodni tudtunk ahhoz, hogy nem alszunk délután, pedig nagyon jó volna, ha délután tudnánk aludni. Japánban például az embereket hagyják egy picit szundítani a számítógépükön, és ez nagyon délután a munkahelyen, és ez azért van, mert tudják, hogy utána jobban fognak dolgozni. Beszéljünk egy picit az álmokról is, mert nehéz az álmokról beszélni, vagy nehéz az alvásról beszélni, annak, hogy az álmokról ne beszélnénk. Itt is egy csomó kérdést vett föl a kultúránk, ugye voltak álmos könyvek már nagyon régóta. Elárulnak-e valamit az álmaink rólunk, a jövőnkről, a sorsunkról, bejósolják-e, hogy mi történik velünk. Egyáltalán mindnyáján álmodunk-e? Sok ember azt mondja, hogy nem is álmodik soha semmit. És egyáltalán mire jó az álmodás? Ha azt mondom, hogy az alvás nehezen vizsgálata az orvostudományban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az álmodás az a még kevésbé jól vizsgálható dolog, viszont egy valamit biztosan tudunk, az emberek álmai nagyon egyformák. Ki az, aki a jelen lévők közül álmodta már azt, hogy zuhan? Ki az, aki álmodta azt, hogy el szeretne futni, de nem tud? Ki az, aki beszélni szeretett volna, de nem tudott volna? Ki az, aki kényelmetlen helyzetre találta magát egyszer csak álmában? Nagyon-nagyon. Vagy ki az, aki ment egy házban, aminek az ajtait nyitogatta, és soha nem ért véget, és előbb-utóbb úgy jött egy újabb ajtó. Egy-egy ember álmodik. Az álmaink sokkal kevésbé különböznek egymástól, mint ahogy mi egyes emberek különbözünk egymástól. Tehát az álmak
Már csak ezért sem mondhatnak el rólunk túl sokat, mert nagyon egyformák az emberek álmai. Azt is tudjuk, hogy az álmaink nagy része rossz, és csak mi álmodunk szépet. Szerencsére rémálmunk is kevesebb van, de az álmok nagyobb része vagy semleges, vagy nem annyira jó. Mindenki álmodik-e? Mindenki álmodik, mégpedig minden éjjel többször álmodik, ez egészen biztos, viszont van egy érdekes dolog, nem mindenki emlékszik rá az álmaira, nem mindenki emlékszik vissza az álmaira. És igazából még az is van, hogy aki visszaemlékszik az álmaira, az is csak azt hiszi, hogy visszaemlékszik az álmaira, valójában arra emlékszik vissza, amit az álmairól gondolt, amikor felébredt, mert van az emberben egy olyan tulajdonság, hogy az álmokat az emberek egy-két perc alatt elfelejtik ébredés után. Ha nagyon fontosak, érzelmileg nagyon megérintőek voltak az álmok, akkor az érzelmileg legmegérintőbb részekre az emberek emlékezni szoktak, de arra bonyolult összességre, amit egy álom jelent, általában már csak töredékesen. És hogy jósol-e az álom nem jósol, viszont nagyon segít a kreativitásban. Ezt a fajta bonyolultságot, amit ez a kép megjelent, hogy az álom képtelen, sokszor szavakba se lehet leírni, hogy ott mi történt, ezt elfelejtjük 90%-ban, 10% szavakba jól megfogalmazható emlékképünk marad az álmokról, és legfőképpen az, amit az álmainkról gondolunk. És amit az álmainkról gondolunk, az viszont már nagyon egyéni. Miközben az álmaink általánosak, az álmaink értelmezése, hogy én mit gondolok a saját álmomról, az már nagyon egyéni, és ezzel már lehet dolgozni egyébként pszichoterápiában is, tehát az, hogy az álmokkal a pszichoterapeuták dolgoznak, az azért lehetséges, mert igazából nem az álmokkal dolgoznak, hanem arról, amit az emberek gondolnak az álmaikról. Fogalmunk sincs, hogy ez miért van, miért kell az álmokat pillanatok alatt elfelejtenünk, de elfelejtjük őket. Miről is szólt tehát az alvás? Egyrészt van egy testi része, meg egy, hogy mondjam, pszichológiai vagy memóriafejlesztő része. Azt tudjuk, hogy nagyon fontos a fejlődésben, a rekonstrukcióban, ilyenkor töltődnek fel az energiaraktárak, védekezünk a fertőzések ellen, és mint látni fogjuk, érdekes mondan az anyagcserénk szabályzása is nagyon erősen az alváshoz kötött, tehát ez az éttermi hasonlat, ez nem volt teljesen véletlen, majd látni fogjuk, hogy ennek milyen óriási jelentősége van. Ez a, ugye a mély alvás. Az álomlátó alvásunk, amikor álmodunk, az nagyon erősen a memória karbantartáshoz kötődik, és emiatt a stresszkezeléshez is, és a tanuláshoz, ahogy korábban már mondtam. Nagyon fontos az álmok hangulatszabályzó funkciója, nem véletlenül készítettek az indiánok az álomcsapdákat, mert rájöttek arra, hogy az álomnak és az alvásnak van a hangulatra hatása. Ezt mindjárt tudjuk, nem? Van-e, aki volt? Volt-e itt már valaki, aki kialvatlan volt valaha? Na. Ki volt az, aki nyűgös és irritált volt kialvatlanul? Nem kötelező persze bevallani. És ki az, aki éppen az ellenkezője felpörgött és még élénkebb lett kialvatlanul egy kialvatlanság után? Olyan is van, az biztos, hogy a hangulat még egy kialvatlan éjszaka után sem marad semleges, vagy túl jó lesz, az emberek nagy részénél inkább nyűgösség jellemző, de van akinél igazából a kreativitás is segítheti. Egyetlen egy kialvatlan éjszaka, 2-3 már biztos, hogy rossz. Az álmodás igazából tehát arról szól, hogy az agyunk pakolászik a különböző memória fiókokban. Az egyik fiókból kivesz fel, amit átrakja a másikba, a nappont a minket ért ingerekből eldönti azt, hogy mi az, amit eltároljunk a memóriánkban, mi az, amit kidobjunk, és ennek a pakolászásnak az eredménye nyelje az álmok tulajdonképpen. Van-e kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Ha nem, akkor tovább megyünk, mert igazából ami érdekes számunkra a 21. században, az a megzavart alvás. Nagyon gyakori, megint egy 1995-ből hozott ábra, az Egészségügyi Világszervezet 1995-ben döbbent rá arra, hogy az emberek úszkve egynegyede, egyharmada, a világ gyakorlatilag minden részén rosszul alszik. És ma azt gondoljuk, hogy az emberek legalább egyharmada, életében legalább egyszer, legalább egy hónapnál hosszabb ideig alszik rosszul. És olyan, akik pár napig alszanak rosszul, de nem egy hónapig, olyanok még sokkal többen vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori probléma, a megzavart alvás, egészen konkrétan az inszomnia, 10 leggyakoribb orvosi panasz egyike. És azt is tudjuk, hogy a 21. században jött egy olyan betegség hullám, amivel igazából nem tudunk mit kezdeni. Itt van az elhízás. 2013 óta több ember hal meg az elhízás következtében, mint a dohányzás következtében, és Magyarország a harmadik helyen áll, az Egyesült Államok és Mexikó után
az elhízás gyakoriságában, és 2018-tól a kóros, tehát egy bizonyos súly feletti elhízás, bizonyos testtömegindex feletti elhízást a Egészségügyi Világszervezet betegségnek tartja, egyszerűen azért, mert előbb-utóbb abból kettes típusú cukorbetegség lesz, magas koleszterin szint, amik szívbetegséghez vezetnek. De itt van a depresszió is, ami pedig a második leggyakoribb munkaképesség csökkenés okozó betegségé vált világszerte, így Magyarországon is. Ez az egyik leggyakoribb betegség, amiben ma az emberek szenvednek. Ez egy lelki betegség, bár nem csak lelki. Nyilván van egy csomó kérdés, hogy ezt a betegség csomagot, ezt mi okozta. Ráadásul azt is lehet tudni, hogy ezek a betegségek együtt fordulnak elő sok embernél. Az szegény embert az ág is húzza, meg ezek a betegségek együtt. Nagyon sok elmélet van, én most csak a biolit arról beszélnék, hogy az, hogy ez a nagyon biológiai ritmus, kulturális szabályzás alá került, azzal tulajdonképpen azzal is kicsit leegyszerűsítő, hogy föltaláltuk a világítást, annak milyen szerepe volt ebben. Ugye mondtam, hogy az alvásunkat, ez a bizonyos, a cirkadián ritmusunkat óragének működtetik, és azt is mondtam, hogy ez az óra késik. Most mit kell csinálni egy órával, ami késik? Be kell állítani, méghozzá nap mint nap be kell állítani, mert ez az óra naponta késik 40 percet. Ugye láttuk, hogy ezt az órabeltő hatást végzik ezek az úgynevezett Zeitgeberek, hogy a tudomány hívja őket, de igazából ezek az órabeállító hatások specifikus környezeti ingerek, ezt mi csináljuk, és ezzel be tudjuk állítani, vagy ha rendszertlenül alkalmazzuk őket, el tudjuk állítani a biológiai ritmusunkat. Nézzük meg, mi történt a videóban említett órabeállító hatásokkal a 21. században. Nézzük először a fényt. Így néz ki a Föld éjszaka a nemzetközi űrállomásról fotózva. Nyilván nem az egész Földön van egyszer éjszaka, tehát ez egy ilyen szummációs kép, úgy hívják. Óriási a fényszennyezés, látható a világon, ahol élnek emberek, ahol sok emberről, ott nagyon nagy a fény is, ahol pedig kevés vagy őserdők vannak, vagy sivatagok, ott nem. De nem is a fény hiány a nagy probléma, vagy nem is a fényszennyezés a nagy probléma, hanem a fény hiány. De miért beszélek én fény hiányról, amikor fényszennyezésben élünk? Vajon? Mert a természetes fény viszont hiányzik. A napjaink legnagyobb részét zárt térben töltjük. Irodában, gyárban, jármű belsejében, iskolában, de nem vagyunk természetes fényen. És így elvész a természetes fénynek az a bizonyos 2500-3000 lux erejű órabeállító hatása. Ezt a fényerőt a mesterséges világítások nagyon-nagyon ritkán tudják hozni. Speciális fényterápiás lámpákkal lehet csak ezt a fényerőt elérni, de normál belvilágítással nem. Bármennyire is csillog egy bálterem, és bármennyire is fényes, mindig bekapcsol a vakunk, nem? Amikor egy bálterembe akarunk fotózni, mondjuk a gyerekünk szalagavatóján. Miért? Mert hiába tűnik nekünk fényesnek az a terem egyáltalán nem olyan fényes, a kinti fényhez képest nagyon kevés, és nagyon nincs ereje. Aztán beszéltem azt, hogy az evésnek is órabeállító hatása van, vagy erről volt szó a videóban. Mi történt az evéssel a 21. században, most már 21-ben vagyunk? Nagyon jó volna így ennünk, ha nem is azt, amit ugye főszereplő Szimbád eszik, velős csontot, meg ilyesmit, mert már sok a koleszterin, de az, hogy az utcán bekapott ennivaló, az polgári jogot nyert, a csúcsgasztronómiában a street food, az egy olyan dolog, amiről már úgy lehet beszélni, hogy ez egy jó dolog, vagy hogy lehet jó is, az borzasztó, mert az emberek össze-vissza esznek, és az össze-vissza zavarja a biológiai ritmusukat is, és az alvásukat is. Aztán itt van a társas kapcsolatok, hogy azt mondtuk, hogy az örömet okozó társas kapcsolatok is órabeállító hatásúak. Szerencsére ez az, ami, mert erre nagyon nagy szükségük van az embereknek, ami legkevésbé érintett, bár azt szokták mondani, hogy az internet megüli a társas kapcsolatokat, ugye látható persze, hogy a amazoniai benszülöttek is interneteznek, itt a csónakjuk kikötve, de ők azért neteznek. Az internet nem probléma, mert ez igazából összeköt minket a mondjuk több ezer kilométerre lévő gyerekünkkel, és tudunk vele este beszélni ingyen, nagyon jó. A probléma inkább az, hogy ezek a társas kapcsolatok estére tolódtak a délutánból, egyre későbbre állítják és tologatják el a mi belső óráinkat. És végül itt van a mozgás, ami szintén fontos órabeállító hatás, és ami egyetlen csodaszer. Az orvoslásban mozogni kell, ez vita nélkül való. Aki nem mozog, az gyorsabban öregszik, hajlamosabb egy csomó testi és lelki betegségre, és például a depresszióra is egyébként. Többek között azért, mert akik nem mozognak, azoknak a biológiai ritmusuk előbb-utóbb könnyebben összezavarodik.
De azt is tudjuk, hogy akik mozognak, azok is este mozognak, egyszerűen azért, mert akkor érnek rá. Hát megint van egy dolog, ami eltolja a biológiai ritmusunkat, ennél egyébként sokkal rosszabb az, hogyha valaki egyáltalán nem mozog. De sajnos, ugye föl kell kelnünk minden reggel, és ez problémákhoz vezet, különösen a baglyok esetében jelent problémát. Tudjuk azt, hogy a baglyoknak nagyobb a rizikója a depresszióra, mint sem, de miért? Nézzük meg, hogy miért. Mi történik egy bagolyjal, aki bagolyként él, lefekszik mondjuk 11-kor hétköznap, majd nagy nehezen föl kell, másnap elmegy dolgozni, de jön a péntek este. Mit csinál péntek este egy bagoly? Végre jól érzi magát, fönnmarad sokáig, mert hogy szombaton alhat, nem? És alszik? Alszik is adott esetben. Aztán szombat este is nagyon jól érzi magát, majd vasárnap megint sokáig alszik. Alhat? Alhat. Aztán vasárnap már gondolkozik azon, hogy de jó lenne lefeküdni hamarabb, hiszen másnap föl kell kelni, de nem biztos, hogy sikerül eludni, hiszen mondjuk ha 11-ig aludt, akkor nem biztos, hogy este el tud aludni 11-kor, csak mondjuk majd megint 1-kor fog tudni. Ezért hétfő reggel kialvatlanul megy el, aztán ez valahogy kompenzálódik a hétközben, mert ugye a kialvatlanság miatt aztán újra el tud hétközben aludni. Ez körülbelül olyan, mint ha valaki minden hétvégén elrepülne pár időzónával arrébb, és a hétvégét mondjuk Kazasztánba töltené. Majd hétfőn visszajönne. A belső óránknak ez az úgynevezett szociális jetlag, ez a szociális időutazás zavar, ez éppen olyan megterhelő, mintha tényleg utazgatnánk, és ami pedig azért van, mert például az iskolák és a legtöbb munka az 8-kor kezdődik, ami a baglyoknak nem mindig jó. Ilyen szempontból a rugalmas munkavégzés az kedvez a baglyoknak, mert ma már nagyon sok olyan munka van, ami megengedi azt, hogy az embereknek kell 8-9-re bemennie, viszont ez tovább dolgozhat az ember. Még egy dolog az alvás minőség. Ugye azt mondtam, hogy igazából ez egyéni, mint az új lenyomat, ki meddig alszik, és alapvetően az se baj, ha valaki rövid ideig alszik, de az se, hogyha hosszú ideig, akkor, hogyha az alvás minősége jó, és hogyha nincsenek nappali tünetei. De honnan tudom én, hogy az az alvás, amit én alszok, az elég nekem? Nagyon egyszerű a megoldás. Honnan tudom, hogy jó az alvás minőségem? Onnan tudom, hogy nincsenek nappali tüneteim. Bármilyen keveset is alszok én, ha nincsenek nappali tüneteim, akkor az elég, és bármennyire sokat alszok, ha vannak nappali tüneteim, akkor az viszont nekem nem jó, és az alvás hiába hosszú, minőségileg nem jó. Mi lehet tehát az alvás zavar jele? Az elalvási nehézség is lehet, visszaalvási nehézség is lehet, az is lehet, hogy én valami nem tudom, mi a baj az alvásom, hogy nem jó, de akkor van alvászavar, ha vannak nappali tünetek is. Ez nagyon fontos. Hát nappali tüneteknek lenniük kell. Most mi a helyzet az éjszakai felébredésekkel? Mi van akkor, én azt mondom, hogy a jelenlévők mindegyike felébred éjszaka 4-5-ször. Ez pedig így van. Mindenki felébred, hát nem 5-ször, de 4-szer, 3-4-szer minden éjjel, csak nem emlékszünk rá. Ha ki kell menni vécére, arra emlékezni fogunk. Ha halljuk, hogy vihar van, kint és csapkodja az ablakot egy faág vagy az eső, talán emlékszünk rá. Ha nagyon horkol a párunk, megjegyezzük másnak a reggel, hogy te ezen az éjjel nagyon horkoltál. De az éjszakai felébredésünk legnagyobb részére nem emlékszünk vissza, ezért hívjuk őket mikroébredéseknek. Tehát önmagában az éjszakai felébredés nem probléma. A probléma az az, hogyha valaki nem tud visszaaludni az éjszakai felébredései után, annak rengeteg oka lesz. Honnan tudom tehát, hogy én rosszul alszok, és már probléma van ezzel? Hát úgy, hogy vannak nappali tüneteim, ezeket itt láthatjuk felsorolva, de nappali tüneteket szerintem mindenki ismeri, mert van-e itt olyan, aki soha nem volt kialvatlan? Hát akkor ezt ne is ragozzuk tovább. Egy valami fontos, és ez az ügyetlenség. Tehát egy bizonyos fokú kialvatlanság után csökken a reakcióidő, és megnő a hibázás gyakorisága, akár vezetünk, akár házi munkát végzünk, akár mondjuk valami veszélyes tevékenységet végzünk. Tehát kialvatlanul bizony többet hibázunk, és probléma van. Mi történik az alvással, megszűnik a bioritmus? Ez nagyon ritkán történik meg. Csecsemőkorban egy nagyon rövid ideig, egészen pontosan 6 hétig még nincs bioritmus, és utána lesz. Illetve vannak olyan betegségek idős korban, amikor elvész. Nagyon súlyos idegrendszer leépítése erről a betegség, és egyébként akkor tud elvészni a bioritmus a hétköznapokban, ha én magam tönkreteszem azzal, hogy össze-vissza cselekszek. Amúgy most én ellent mondok magamnak, hiszen mindenki
akinek van olyan tapasztalat, hogy mondjuk a gyerekei, vagy ő maga össze-vissza él, egyik este ekkor fekszik le, másik este akkor fekszik el, hanem este amikor, és nincs semmi baja. Van ilyen? Itt. Vagy ismerünk ilyen embert? Persze. Ez azért van, mert van ez a bizonyos kiegészítő alvásszabályzó rendszerünk, ez a homeosztatikus alváskészítő, ami segít nekünk aludni akkor, amikor nagyon kialvatlanok leszünk. Ez körülbelül olyan 35-40 éves korig működik jól, és utána ez legyengül, és igazából csak a biológiai ritmus lesz az, ami az alvást szabályozni fogja, és ami el tud engem altatni, és ilyenkor van az, hogy az ember hiába fáradt, mondjuk lefekszik korábban, mert tényleg fáradt, és nem tud elaludni. Miért? Mert a biológiai ritmusában még nincs ott az elalvásnak az ideje. Ő 10-kor szokott lefeküdni, azért, mert 10-kor kezdődik az elalvás az ő biológiai ritmusában. Hiába fekszik le tehát 8-kor, hiába nagyon fáradt, ugye a fáradtság és az álmosság az két külön dolog, nem fog tudni 8-kor elaludni, hogyha egyébként 10-kor szokott, mert 10-kor van a ritmusában az alvásnak helye. No, mi is a baj a rossz alvással tehát? Az, hogy egy-egy éjszaka rosszul alszom, vagy direkt keveset alszom, az nem baj. Sőt, látni fogjuk még, akár hasznos is lehet, ha én egy éjszaka nem alszok ki magamat, emel szempontból a szilveszteri buli nagyon jó. Az alvás szempontjából, ha valaki nem iszik túl sokat, azért ezt majd látni fogjuk, ez nagyon rossz alvásnak. A tartós alvászavar okozhat betegséget, és sok betegségnek lehet a jele. Mi történik akkor, hogyha valaki tartósan nem alszik? Jó, nézzük meg erről is egy videót. Figyelmed, koncentrációs képességed és emlékezetet hanyatlani kezd. Megnő az étvágyad, főleg édességek és szénhidrátok iránt, a vércukorszinted így egyszerűen megbolondul. Ezután hallucinációid lesznek, zavart állapotba kerülsz, égni fog a bőröd és izomfájdalmat érzel. Végül epilepsziás rohamod lesz és... meghalsz. Az alvás megvonás az egy halálos dolog, ezt sajnos onnan tudjuk, hogy az emberiségben nem nagyon volt olyan elnyomó rendszer, ami ne használta volna más emberek kínzására az alvás megvonást, tehát ez egy szörnyű dolog. Ideig az emberek nem szoktak eljutni a hétköznapokban, hogy égjen a bőrük, vagy epilepsziás rohamaik legyenek, de volt-e már olyan ember, aki annyira kialvatlan volt, hogy amikor mondjuk több éjszakázás után ment haza, mondjuk látott volna olyasmit, amiről azt gondolta, hogy furcsa, elkezdett volna halucinálni. Ilyen különösen váltott műszakban dolgozó emberekkel néha elő szokott fordulni. Ami viszont nagyobb probléma, az a cukorháztartás zavara és a fogékonyságfertőző betegségekre. Idáig azért nagyon sok ember eljut a kialvatlanságból a hétköznapokban is, ami egy nagy probléma. Azt tudjuk, hogy az alvás az nagyon lényeges a cukorfeldolgozás szempontjából. Az alvás előső szakaszában az éhségérzet legátlódik, az alvás második szakaszában viszont megnő az éhségérzet, de nem hat ránk, hiszen alszunk. Viszont ha véletlenül fönn vagyunk, mert túl korán ébredünk fel, akkor nagyon éhesek leszünk, és tudjuk, hogy az óragének az anyagcserére hatnak. Tehát akinek alvás zavara van, az napközben is többet fog enni, és az éjszaka második szakaszában éjszaka is hajlamos arra, hogy kimenjen enni. És a rossz hír az az, hogy nem mindegy, nem is... A rossz hír az, hogy az ember, ha kialvatlan, akkor nem akármit eszik másnap, hanem nagyon édes szájú lesz sokszor kialvatlanság esetén. Nagyon-nagyon megnő a cukrokra való éhség, croissantra, csokira, pékárura, mindegy, csak szénhidrát legyen. Nem kell édesség legyen, szénhidrát legyen. Kialvatlanul az ember jobban kívánja a szénhidrátokat, miközben a szervezete sokkal nehezebben bánik el a cukorral, sokkal több cukrot pakol be a cukorraktárakba, mert gyengül a jó lakottság hormon hatások, amikor az ember kialvatlan, és éppen ezért van az, hogy a testtömegindex és az alvásidő nagyon erősen összefügg. A legvékonyabb emberek azok körül kerülnek ki, akik olyan 7 és 8 órát alszanak. Minél kevesebbet alszik, a kevesebb alvás egyre nagyobb testtömegindexsel társulat, de a sok alvás is növeli a testtömegindexet és növeli a cukorbetegség kockázatát. Ugye ez azért van, mert ahogy mondtam, felnőtt korban, ha valaki 10 órát alszik, az azért van, mert hogy ez valójában csak 5, mert az alvás minősége nagyon rossz. Nyilván a kérdés persze az, hogy én hogyan óvhatom meg az alvásomat mindezektől negatív hatásoktól, és mit tudok tenni abban a világban, ami egyáltalán nem alvásbarát. Ahol a munkavállalók 20%-a rendszertelen munkavégzésbe van kényszerítve, ahogy az előbb is említettem, ahol világítunk esténként, ahol többet dolgozunk, mint kéne, és még sorolhatnám azokat a problémákat, amik meggátolnak minket abban, hogy igazából a ritmusunk szerint tudjunk élni.
több dologban, nyilván fontos az életmód, ez ilyen közhely, de sajnos így van. Vannak azonban alvásbarát szokások, amiket el lehet sajátítani, sőt vannak alvássavító praktikák, és végül aki végképp nem tud megbirkózni a saját alvászavarában, az elmehet terápiában is, ami nem az altatószedést jelenti. Mik az alvásbarát szokások? Azt mondták régen, hogy mindig keljünk ugyanakkor, és mindig feküdjünk le ugyanakkor. Ez jó? Elvileg jó lehet, én itt kihúznám ezt. Azt mondanám helyette, akkor feküdjünk le, amikor tényleg nem fáradtnak, hanem álmosnak érezzük magunkat, de ugyanakkor keljünk fel akkor is, ha csak pár órát aludtunk, majd látni fogjuk, hogy ennek óriási jelentősége van, egy picit. Amikor rosszul alszunk, még egy picit megtagadjuk magunktól az alvást, azzal sokkal többet teszünk a saját jó alvásunk érdekébe, míg hogyha rosszul alszunk, és az alvásunkat dédelgetni, és óvni próbáljuk, és kompenzálni próbáljuk a kialvatlanságunkat, a sokkal rosszabbat tesz. Azt szokták mondani, hogy akinek rossz alvás van, az tegye ezt hétvégén is. A legfontosabb a rendszeres táplálkozás, és nagyon fontos az, hogy alvás előtt, mondjuk fél órában, csak pihentető tevékenységet végezünk. Tehát az elalvás előtt csak pihentető tevékenységet végezünk. De mit csináljunk akkor, ha nem tudunk elaludni, és fölkelünk? Mit csinál az ember akkor, ha nem alszik? Hánykolódik az ágyba, és előbb-utóbb fölkel. Ő mit fog akkor csinálni? Lemegy szerelni a garázsba? Vagy füvet nyír? Előveszi a kedvenc könyvét, internetezik, meg tévét néz. Olyan dolgokat, amit szeret csinálni. Az alapszabály az, hogyha alvás előtt mindig örömet okozó és pihentető tevékenységet végezünk. De ha nem tudok aludni, alvás helyett csináljak valami olyat, ami nagyon unalmas, és amit nem szeretek. Mosogassak, vasaljak, tanuljak, szavakat tanuljak, írjak levelet a nem tudom milyen rokonomnak, amihez már gyűjtöm az erőt hetek óta, de nem jön össze. Az lényeg, hogy olyat csináljak, amit nem szeretek, mert az agyamnak az alvás és egy nem szeretem tevékenység közt kell választania, akkor inkább az alvást fogja választani. Ha az agyamnak az alvás és valami örömet okozó klassz dolog között kell választani, még elolvasom végig azt a könyvet, amit rég el szeretnék olvasni, nézhetek még két epizódot a sorozatomból, akkor az alvás helyett az agyam az örömet okozót fogja választani. Tehát alvás előtt örömet okozót, alvás helyett unalmasat, olyat, amit nem szeretek. Ez a szabály. Tehát csak pihentető. Legyen egy lefekvési rutin. Én azt gondolom, hogy a teremben lévő emberek 80%-a már alakított ki lefekvésbeli rutint. Saját magának? Nem. A gyerekének? Miért? Mert rájött arra, hogy a gyerek sokkal jobban elalszik, akkor ha van egy esti rutin. Felnőtteknél pont ilyen tökéletesen működik, ha saját magunk számára kitalálunk egy ilyen cselekvéssort. Aztán itt van az ágy, majd látni fogunk ágyakat mindjárt. Mire használjuk az ágyat? Amerikában megjelent egy Együnk az ágyban szakácskönyv évekkel ezelőtt, és itt van Mark Twain híres amerikai író, hogy gyakorlatilag mindent az ágyba csinált. Nagyon súlyos alvászavara volt igazából, de mindent az ágyba csinált. Az ágyban két dolgot szabad csinálni, aludni, meg szexelni. És gondoljunk bele, hogy mit mondtak a nagyapáink a régi magyar palaszti kultúrába. Le lehetett napközben feküdni, heverészni az ágyba? Nem nagyon. Azt az embert megszólták. Lehetett napközben pihenni, de nem abban az ágyban, amiben én alszom, meg amiben a feleségemmel vagy a férjemmel együtt vagyok. Nappali fekvéseket elkerülni érdemes, ezt hangsúlyozom akkor van, ha valakinek alvászavara van, de a régi kultúra ezt nagyon erős zsinórmértéknek előírta, az az ember, aki napközben fetrengett vagy feküdt, azt megszólták, vagy azt gondolták, hogy nagyon beteg. Aztán, nagyon fontos, hogy csak álmosan feküdjünk le és ne fáradtan, ha nem tudunk 10 percig aludni, akkor keljünk fel, de ne nézegessük az órát, hogy mikor telik le a 10 perc, hanem becsüljük meg. Egyébként ki gondolja azt, hogy igazából én ezt kijavítanám 30 percre, mert az, hogy valaki csak 30 perc alatt tud elaludni, az teljesen normális és hétköznapi. És nagyon sok embernek 30 perc kell az elalváshoz. Ha napi teendőinket az ágyba gondoljuk végig, akkor rohannak meg minket a gondjaink. De miért akkor rohannak egyébként meg minket a gondjaink, amikor az ágyba vagyunk végre este? Mert akkor érünk rá velük foglalkozni pontosan, de ez nem jó, mert meggátolnak az elalvásra minket, erre is van megoldás. Ugye nagyon fontos, hogy az alvási környezet ez legyen testre szabott. Régen azt mondták, hogy hűvös, sötét helységbe kell aludni.
Ez sok embernél bejön, van itt olyan, aki sem nem tudna ilyen körülmények között aludni. Sötétbe, hidegbe és csendbe. Van, akinek a csend is rossz, a teljes csend. Ugye az se. Ugye ez megint ugye Napóleon és a felesége, Mária Luisa, akik között általában az is probléma volt a házasságban, hogy nem nagyon egyeztek az alvási szokások, mert egyikük a Napóleon jelesül, amikor aludt azt a pár órát, azt melegben és viszonylag világosban szerette aludni, míg a felesége sötétben és hidegben szeretett aludni, és ez eleve meggátolta, hogy ők egy éjszakát így egy szobában tudjanak tölteni. Amúgy ez nagyon fontos dolog, hogy a házasság és a partner kapcsolat minőségét nem fejezi azt ki, hogy én együtt szeretik aludni a párommal vagy sem, mert az én alvási szokásaim nagyon eltérhetnek, és ez nem baj. Tehát mire kell figyelni, mire kell figyelni, hogy ez nekem személy szerint jó legyen, és mit kell kitapasztalnom, hogy nekem, önöknek személy szerint jó legyen, függetlenül attól, hogy mások mit mondanak az alvásról. Mennyi sötétségre vagy mennyi fényre van szükségem? Valakinek az a jó, hogy egy pici dolog égve marad éjszaka, vagy ha besüt az utcáról a lámpa. Valakinek tényleg a teljes sötétség kell. Nagyon egyéni. Nagyon egyéni a zajszint. Van, akit megnyugtat, hogyha hallja morogni a frigidert az előszobába. Van, akit halálra idegesít. Nagyon egyéni. Hőmérséklet. Van, aki tényleg hidegbe szeret aludni, van, aki meg melegbe és könnyen takarózva. És itt van a társaság, az éjszakai társaság. Van, akik akármennyire csodálatos házasságban élnek, két külön ágyban alszanak, mert ilyenek az alvási szokások, és ez az egyiküknek legalábbis az a jó, ha külön alszik. Aztán az emberek, ha akármilyen jó kapcsolatban élnek, aludhatnak egy ágyban is, de két különböző takaró alatt, ez a leggyakoribb, és az meglehetősen ritka, hogy egy pár egy ágyban is egy takaró alatt együtt jól tud aludni. Akinek ilyen párja van, az boldog lehet és örülhet, de ők a kisebbség. Ez nem cél, hogy minden körülmények között együtt kell tudnunk ilyen módon aludni. Gyerekeknek még könnyű egyébként. Aztán, mit ne tegyünk még 14 óra után, hangsúlyozom akkor, ha nem tudunk aludni. Túl sok kávé, túl sok te, vagy egy táblánál nagyobb csoki, de itt az egy táblát azért hangsúlyozom, és főleg étcsokiban, az abban már lehet ébresztő hatása, de főleg mondom étcsokiban. Nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor alvás előtt 3-4 órára időzítjük a mozgást, de ha nem tudjuk megtenni, akkor inkább mozogjunk alvás előtt, de ne hagyjuk el a mozgást. És ahogy mondtam, az utolsó fél órában már próbáljunk meg ne dolgozni este. Aztán itt vannak az alvásjavító praktikák. Az ember elfedi a szemét, füldugót használ, szuperpárnákat keres. Nézzünk rá példákat. Itt van ez az ágy, ez többféle verzióban lehet megvásárolni. 10.000 és 25.000 brit fontba kerül, most nem tudom átszámolni, ez nagyon sok pénzbe kerül ez az ágy. Mit tud ez az ágy? Melegít, itt vannak a fűtőtestek a matracba, de akár hűteni is lehet vele, ha túl meleg van. A horkolásnak megfelelően állítja a hátmagasságot, tehát hogy az illető elkezd horkolni, akkor az ágyban egy ébresztő, van egy szenzor, és akkor fölülteti. Kivetíti a tévét a falra, az ágy. De hozzá lehet kötni a számítógépet, hangszórók vannak az ágylábaga, fantasztikus cucc. Minél többet költünk ilyen dolgokra, igazából annál rosszabbul alszunk. Abba a kultúrából az emberek így alszanak, ott kevesebb az alvászavar. Ez nem egy követendő példa, mert ez egy manilai nyomornegyed, de aki így alszik, az jobban alszik, érdekes mondom, mint aki így. Ez is egy másik példa, egy másik ázsiai példa, egy függőágyba. Az emberiség nagyon jelentős része egy függőágyba alszik. És jól alszik, és nincs alvászavara. A kígyó az a cica helyett van egyébként. Mert a patkányokat, ez Kambodzsából egy fotó. De amit itt látunk, itt is a földre van egy derékaj terítve, meg egy paplan, meg egy párna. Ez egy nagyon magas fokon iparosodott országból, Japánból egy hálószoba belső. Leterítenek a földre egy derékaját, arra ráfekszenek, rá a paplant, fejük alá a párnát, és így alszanak. Ezekben a kultúrákban sokkal kevesebb az alvászavar. Miért? A legextrémebb példát egyébként Kínában láttam, amikor nem, ez nem követendő példa, ezzel azt hangsúlyozom. Valaki egy autópályán, a 2x3 sávos autópálya között volt egy járdasziget, és azon aludt. Ez nem jó, nyilván ezer szempontból, de a lényeg benne van. Igazából nekünk nem kontrollálni kell a környezetünk ingereit, hanem függetlenítel kell magunkat attól. Mindegy, hogy mi történik körülöttünk, mi tudjunk aludni. Igazából ez a lényeg. Ezért nagyon lényeges, hogy amikor alszik a kisbaba, akkor ne
járkáljunk Lábújhegyen. Jó, nyilván a nagy zaj az nem jó, tehát nagyon sok decibel. Ne nyírjunk füvet a kisbaba füle mellett, vagy ne flexeljünk. De nem kell Lábújhegyen járni, hagyd szokjon hozzá ahhoz, hogy akkor is tud aludni, amikor történnek körülötte dolgok. Tulajdonképpen ez egy nagyon elhíresült kép, szegény gyakornokot lefényképezték a kollégái, ahogy elaludt a munkáin, és nyilván neki volt egy fontos, lehet, hogy problémás volt az alvása, de ő így sziesztába bealudt. Igazából az, hogyha valaki bárhol el tud aludni, csak a fontos, hogy legyen kontroll fölött, hogy akkor tudjon bárhol elaludni, amikor ő akar elaludni, és ne úgy, mint szegény ő. És végül itt van a fény. A fénnyel is nagyon sokat tettünk. Reggel sétálunk, igazából nem is kell fél három-négy órát, egy 20 perc, fél óra bőven elég szabad levegőn, ha van fény, még télen is, ha van hó, mert a hó rengeteg fényt visszaver, sajnos, ha nincs hó, azért ezzel meg vagyunk lőve októbertől, ugye áprilisig, mert a napfényes órák nagy részén a munkahelyünkön vagyunk, tehát nehéz onnan kimenni. Lehet használni fényterápiás lámpát, viszont nagyon sokféle fényterápiás lámpa van, és sajnos ezek nem olcsóak. Az egyéb különböző gyógylámpák, azok nem fényterápiás. A fényterápiás lámpának annyit kell tudni, hogy minimum 2500 lux, körülbelül kék tartományi fényt kell produkálnia. Ez jelen pillanatban drága, de egy-két éven belül, ezt most szó szerint mondom, egy-két éven belül a LED technológia terjedésével lesznek már feltehetően olcsó fényterápiás lámpák. A nagyon fontos azonban az, hogy ezeket reggel alkalmazzuk. Az este alkalmazott fényterápia az inkább tud bajt csinálni. A fény egy erős hatású dolog, akár depressziósá is teheti az embert, ha össze-vissza alkalmaz fényterápiát, vagy rosszul alkalmazza. Jelenleg sok a hiba lehetőség. A hiba lehetőség egyszerűen az, hogy eltávolodok a fényforrástól. A fényforrástól való távolságban a fényerő nagyon gyorsan csökken, és én egy picit arrébb mozdulok, a lámpa már nem fog hatni. Tehát ez egy hiba lehetőség. Ez egy repülőtérről fotózott kép. A párizsi Charles de Gaulle repülőtéren is van fényterápiás sátor, amiben be lehet ülni, és ott egy ilyen, ilyen babzsákba lehet pihengetni, meg az ember fényterápiás szatja meg. Ennek az óráátállítás miatt van jelentőség, tehát én elutazok abba az országba, elutazok egy országba, ami nagyon messze van, és biztos, hogy lesz időeltolódás, akkor azzal tudom az alvásomat előre megóvni a megzavarodástól, hogy a célország délelőttjének megfelelően részesítem már magam fényterápiában, akár itt Európában. És még egy dolog van. Minden olyan eszköz, ami mondjuk olyan 15-20 centinél nagyobb okos eszköz, akár nagyobb okostelefon, és főleg a tableteknek akkor szép a képe, ha kék körüli fénytartalmányra bocsátanak ki sokat. Ugye ezeket az eszközöket jellemző módon így nézzük ilyen közelről. Ez a kék fény hatás már eltolhatja az éjszakai alvást este. De az az ember, aki nem tud aludni, viszont használ ilyen eszközöket este, mert hogy nagyon sokan használunk, annak érdemes használnia az úgynevezett éjszakai üzemmódot, ami a kékes, szép tartomány, vagy egy ilyen sárgásabb tartományra váltja át a képernyőnek a képét és a színösszetételét, viszont ez a fajta éjszakai üzemmód ez nem rontja az elalvást, miközben pedig ez igen. A kisebb telefonoknál ez nem probléma, a nagyobb méretűeknél viszont már igen. Az Apple eszközökben ez automatikusan beépített alapfunkció, a többibe pedig igazából telepíteni kell, de ingyenesen letölthető az androidos eszközökre is. Aztán itt van a relaxáció. Nagyon sok relaxációs mód van, amivel az alvásunkat elősegíthetjük. A szex az csak 50%-ban segít, mert van, akiket elaltat, de van, akit meg fölélénkít. Ezt mindenkinek ki kell magának tapasztalni, hogy ez hogy hat rá. És itt van végül a meditáció és a bizonyos konstruktív elgódás. Mit értünk meditáció alatt? Én szeretném itt a félreértéseket eloszlatni, nem ezt, meg nem gondolunk semmi ilyesmit. A meditáció az a következőt jelenti, én a nap egy bizonyos szakaszában, lehetőleg ne este, gondoljam végig a napomat, esetleg gondoljam a következő napomat végig. Ha valami miatt aggódom, akkor legyen egy idő a napban, mondjuk minden nap 4-től 4 óra 15 percig, amikor én végig gondolom az élet problémáimat, hogy mi legyen a gyerekemmel, aki egy rossz csont és rossz tanuló, és hogy fogják fölvenni, mi legyen a munkámmal, ami bizonytalan, de mindig legyen egy körülbelül negyed órás szakasz, minden nap nagyjából ugyanakkor, amikor ezeket a problémákat végig gondolom, akkor, ha egyébként ezek este szoktak eszembe jutni alvás előtt.
Ha ezt csinálom, akkor az agyam rá fog tanulni arra, hogy úgyis lesz délután egy szakasz, amikor a problémákon gondolkozunk, és ezért nem az elalvás előtti helyzetbe fognak megrohanni engem automatikusan a saját aggodalmaimmal kapcsolatos gondolatok. Ezt hívjuk konstruktív aggodásnak akkor, ha ezt kiegészítjük még néhány kérdéssel, és ezek a kérdések pedig azok, hogy milyen lépések szükségesek, hogy ezt a helyzetet megoldjam, mit tehetek érte holnap, ezen a héten, ebben a hónapban, és nagyon fontos, hogy kérdezzük még mindig magunktól, hogy kit tudunk segítségül hívni ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Aztán a mozgásról és táplálkozásról már volt szó, hogy az fontos, a délutáni pihenő. Az emberiségnek a biológiai ritmusában bizony ott van az alvásnak a helye ebéd után. És aki ebéd után fáradtnak érzi magát, és legszeresebben hunyna egyet, vagy ha megteti, akkor magára csukja az irodájának az ajtaját, és mereven, messze néző tekintet ül a számítógép előtt 20 percig, és a kollégái tudják, hogy ilyenkor jobb, ha nem zavarják. Az nagyon jól teszi, hogy ezt teszi. Igazából az egy alkalmazkodás, hogy mi nem alszunk délután, de csomóan alszanak hétvégén, vagy amikor nyaralnak. Hát igazából ez volna normális. Egyre több helyen vannak ilyen pihenő szobák délutánonként. És igazából tényleg elég 20 perc is. Az időzítés is egyszerű, mert ebéd után legyen. Vannak viszont tiltott órák az elalvásra, ezek a tiltott órák a jellemzően az ebéd előtti és a vacsora előtti időszak, ekkor jobb, ha nem alszunk, mert ez viszont összezavarja a biológiai ritmusunkat. Az ebéd utáni akár 20 perces szunyókálás viszont bestabilizálja a bioritmusunkat, jobban fogunk este aludni, azzal a 20 perccel kevesebbet, vagy hogyha másfél órát alszunk, akkor azzal a másfél órával kevesebbet, de stabilabban és jobban, ha ezt megtetszik. Tehát aki megteheti, tegye meg. Ugye a tiltott órákat mondtam, ezek elállítják a bioritmust. Ugye az a probléma, hogy az ember bele tud kerülni egy ilyen ördögi körbe, valamiért nehezebben alszik el, beindít egy csomó dolgot másnap, amit a kialvatlanság ellensúlyozására tesz. Mit tesz az ember a kialvatlanság ellensúlyozására? Egyrészt alszik, de nem ebéd után, hanem amikor szerét ejti, ami mondom, a legtöbb esetben inkább rossz. Aztán telekávézza magát, ami szintén nem jó. Aztán lefekszik hamarabb, amikor még nem tud elaludni egyébként sem, mert a biológiai ritmusában nem tartott, és hánykolódik egy-két órát, és mire tényleg elér odáig, hogy végre alhatna, mert a biológiai ritmusában eljött az alvásnak az ideje, már annyira ideges lesz, hogy akkor viszont már nem fog tudni amiatt elaludni. Tehát minél inkább probléma, ugye a férfiak szoktak alkoholt fogyasztani este elalvás előtt, ami... Jó az alvás szempontjából az alkohol? Hát mindenki látott már embereket akár a kocsmába az asztalra borulva aludni, nem? Tehát szemlátomást az alkohol nagyon jó az alvás szempontjából. Az alkohol nagyon jó, hát ez egyrészt káros, és az alkohol nem lehet semmire megoldás, ezt azért hangsúlyoznám, mint orvos. És az alkohol valóban elaltat, de a bomlás terméke, az acetaldehid viszont ébresztő hatású, tehát ahogy az alkohol elkezd a szervezetemben lebomlani, másfél óra körülbelül nyugodt alvás után egyre felszínesebben, egyre rosszabbul, egyre nyugtalanabbul alszom, hogy az acetaldehid mennyiség nő a vérben, és a másnaposság tünete azok egyébként részben a kialvatlanság tünete is, mert az alvásminőség nagyon reromlik az alkohol hatására, még akkor is olyan jól alszom. Ami még beválhat, az az alvás korlátozás. Ha nem tudok aludni, ne is aludjak. El szeretnék aludni 10-kor, de nem megy. Jó. Akkor feküdjek le éjfélkor, de ugyanakkor föl kell kelnem másnap. Ez nagyon fontos. Miért jó ez? Másnap nagyon kialvatlan leszek, ezt azt szoktuk javasolni, ezt mindig pénteken kezdjük el csinálni, hogy ne dolgozzunk akkor, amikor ennyire kialvatlanok vagyunk, és nagyon fontos szabály, hogy nem szabad baleseti veszélye járó tevékenységet végezni ilyenkor. De mondjuk elhatározom azt, hogy pénteken nem fekszem le, akármilyen fáradt is vagyok, hanem kihúzom éjfélig, és csak akkor fekszem le, de szombaton fölkelek ugyanúgy 6-kor. Alszok 6 órát, biztos kevés, hullafáradt leszek. Legszívesebben valamit tennék a fáradtságom és a kialvás ellenében a következő nap, de nem teszem, hanem kibírom a kialvatlanságot, nem teszek ellene semmit. Nem szunyókálok, nem kávézok, megpróbálok fennmaradni, de nem teszek a kialvatlanságom ellen semmit. Mi fog történni? A következő este már annyira fáradt leszek, hogy simán el fogok tudni aludni. Miért? Azért, mert felpiszkálom ezt a bizonyos homeosztatikus alváskésztetést, ami idősebb korban egy kicsit meggyengül, és ami hajlamos arra, hogy kikompenzálja a cirkadián ritmus zavar. Az a lényeg, hogy ne tegyek semmit, ami eltérne a napi rutintól, kivétel
baleseti veszélye járó helyzeteket, vagy tevékenységeket kerüljem ilyenkor. Tehát az alapszabály az az, hogy csak akkor legyek az ágyba, ha alszom, ne töltsek az ágyba. Viszont hallottuk, hogy az ágyban töltött, minél több időt töltök az ágyba ébren, annál rosszabb lesz az alvásom. És a másik szabály az, hogyha kialvatlan vagyok, ne próbáljam meg semmilyen módon ellensúlyozni. Se plusz kávéval, se plusz alvással, se azzal, hogy nem megyek el moziba vagy színházba, mert fáradt vagyok, vagy nem találkozok a barátaimmal, mert fáradt vagyok. Ez se jó, mert ugye elvesztek egy óra beállító hatást, a társas együttlétet. Az se jó, hogy nem megyek el futni, el szoktam menni mozogni, de most nem megyek el, mert fáradt vagyok, menjek el mozogni, mert az is óra beállító hatású. Csináljak mindent úgy, ahogy szoktam, és akkor a következő este nagyon jól fog tudni aludni. Ha megpróbálom kompenzálni a kialvatlanságomat, akkor magam előtt gördítöm estéről estére az alvászavonat, és minden este egyre idegesebb leszek, hogy miért nem tudok aludni, és idegesség plusz ront majd az alvás készségemen. Ugye, mert mi történik akkor? Ha elkezdek aggódni az alvásom miatt, akkor nőni fog az alvás helyzetben a feszültségi szintem. Mi van azzal az emberrel, aki nem alszik egy este, két este, három este, négy este, az ötödik este már nagyon ideges lesz. Úgy közeledik az alvásidő, elkezdenek ilyen gondolatok szaladgálni a fejébe, hogy mi lesz, hogyha ma se alszom el, hogy fog tudni dolgozni holnap, végképp teljesen kimerülök. Ezek a gondolatok idegesítőek és szorongást keltőek, és a szorongás gátolja az elalvást. Tehát maga az alvás miatti aggódás fog az alvás legnagyobb gátja lenni, és ilyenkor van sokszor pszichoterápiára szükség, ha valaki nem tud ezekkel az alvással kapcsolatos aggódásaival egyedül megbirkózni. És hogyan kezeljük azt, ha valakinek tényleg alvászavara van? A legfontosabb az életmód tanácsadás. A másik dolog, hogy az alvás nagyon gyakran társul más betegségekkel, magas vérnyomással, depresszióval. A kapcsolat egy tyúk-tojás kapcsolat a betegség és a megzavart alvás között. Tehát én említettem, hogy a megzavart alvás nagyon sok betegséget okozhat, de közben a betegség is okozhatnak alvászavart. Az orvos sokszor nem tudja megmondani, hogy melyik volt előbb, de nem is fontos, mert mind a kettőt kezelni kell. Tehát kell keresni valamilyen háttérbetegséget, lehet nem gyógyszeres kezelést alkalmazni, ahogy mondtam, korlátozni az alvás, fényterápiát csinálni, vagy ha aggódás van, akkor pszichoterápiához fordulni. A legtöbb ember azonban altatót szed. Ma, ha nem alszik, ami nem jó. Az Európai Alvástársaság azt mondja, az altató csak átmeneti megoldást lehet, 4 hétnél tovább nem szabad szedni, és mindig csinálni kell a másik 3 közül is mindazt, ami csak lehetséges, akkor, ha valaki nem alszik. Tehát azt mondjuk, hogy nem úgy kell altatót szedni ezzel alatt, a 4 hét alatt, hogy én minden este beveszem az altatót, mert akkor nagyon rá fogok szokni, és akkor tényleg nem fog tudni altató nélkül aludni, hanem úgy kell, hogy azt mondom, hogy jó, a 4 vagy 3, inkább 3, mint 4, a 3 legrosszabb este, amikor tudom, hogy másnap nehéz napom van, na jó, akkor beveszek altatót, de a 7 többi 4 napján másképp próbálkozom. Így nem alakul ki az altatóval függőség, kevesebb lesz a mellékhatás, és sokkal könnyebben le fogom tenni az altatót. Ezután sajnos ez eléggé eltér attól, hogy Magyarországon az emberek altatót szednek, pedig így kéne. Miről is beszéltünk tehát, és hogyan lehetne összefoglalni azt, amiről most szó volt, és miért is kapott Nobel-díjat az alváskutatás és a bioritmus kutatás 2017-ben? Azért, mert az alvás és a bioritmus az életminőségünk és a jólétünknek az egyik legfontosabb alapja, és a megzavart alvás az biztos, hogy egy csomó betegségnek rizikófaktora lesz. Ebből a legfontosabbak maga az alvászavar, az inszomnia, a depresszió és a diabétesz. És azt is tudjuk, hogy ha vigyázunk az alvásunkra, azzal nem csak az alvásunkra vigyázunk, hanem a testi és lelki egészségünkre is vigyázunk, sőt, még az öregedésünk ellen is teszünk valamit, az ellen, hogy ez ne legyen annyira gyors. Tehát valószínűleg, és ez nem véletlenül van így, és az sem véletlen, hogy a 21. század gyakori betegségei, azok nagyon erősen összefüggenek a megzavart alvással. Tehát az elhízás, magas vérnyomás, szívérrendszerű betegség biztos, hogy összefüggenek az alhívással. Mi is az életmódban, amit mondtam, legyen testmozgás, tartsuk fönn valahogy a pszichológiai egyensúlyunkat, és de legyen napi ritmusunk, ha másképp nem az étkezések ritmusa. Hogyan tartsuk fenn ezt a ritmust? Ahogy mondtam, a fix pont az étkezés, a felkelés legyen fix, legyenek fixek az étkezések, mozog, amik naponta 4-5-kor vannak, és legfőképpen ugyanakkor. És még egy fontos dolog van, ez fiatalok között különösen hangsúlyos. Mi van akkor, egy lány 6 órakor eszik utoljára, mert vigyázni akar az alakjára, és éjfélkor fekszik le? Hány órát nem eszik ő?
6 óráig nem kap enni, egy negyed napig. Ez nagyon-nagyon sok. Ennyi időt nem lehet evés nélkül kibírni, tehát igenis aludjon, vagy bocsánat, egyen, ha jól akar aludni, nem azt mondom, hogy utóvacsorát, de mondjuk egy almát ezért egyen meg, ha ilyes, és ne próbálj meg kibírni. Vagy, tehát ne legyen nagyobb különbség az utolsó étkezés az elvás ideje között, mint 4 óra. Az utóvacsorával azért vigyázzunk. Nyilván ezek az utóvacsorák azok, amik inkább elmennek. Testmozgás. Ugye nagyon fontos a... Ugye melyik lehet a jobb? Vannak, akik hetente egyszer elmennek a haverokkal focizni, tök jó, széthajtják magukat, hogy beülnek egy jót sörözni. Ezt el sokat tettünk az egészségünkért? Nem. Semennyit. A naponta 20 perccel már többet teszünk. Sokkal. És ez laza kell legyen. A testmozgás nem sportot jelent. Nem kell széthajtani magunkat. Legyen laza, legyen összesen 1 óra nap, de be lehet 20 perc reggel, 20 perc este, és valamennyi még napközben. Lépcsőzés is lehet, gyaloglás is lehet rendületesen, főleg lejtőn fölfele. Mérséget legyen, de ne lanyha. Ez nagyon lényeges. Ha hosszú ideig kihagyunk, ne csináljunk nagy edzéseket, és főleg ne edjünk, ne edzünk betegen, sérülésre, mert akkor hónapokra ki fogunk esni, annyira megnöveljük a kockázatot. Ezzel kapcsolatban a kutyasétáltatás, alibi sokszor, tehát ez a kutyának mozgás, nekünk nem, a kutyafitsáltatásnak ez a módja viszont igen, és a kerti munka is nagyon sokszor alibi. Az alibi az azt jelenti, hogy nem fogja betölteni a mozgás egészségjavító hatását. A kerti munka annyiban igen, hogy napfényben van legalább az ember, és az segít, de ez a munka, ez nem olyan, mintha lendületesen gyalogolnánk, vagy futnánk. Elfáradunk tőle? Abszolút. Ugyanúgy elfáradunk, de a biológiai hatása nem lesz olyan jó, és nem lesz olyan kedvező. Hát vannak ilyen tanácsok, hogy az pulzus legyen 220 minusz életkornak a fele, ez a minimum, akkor van egy zsírőgető tartomány. Ha valaki hosszas, inkább én azt mondanám, hogy ha valaki hosszas kihagyás után akar mozogni, akkor inkább kérje ki egy tanácsát egy személyi edzőnek, mert nagyon nagy a lesűrülés lehetősége. És a lelki egyensúly is nagyon fontos, de a lelki egyensúly fenntartásának az egyik legfontosabb eleme az egyébként maga a testmozgás és maga a jó alvás. Tehát, hogyha ez megvan, akkor eleve jól alszunk. Hát én ennyit szeretném volna még elmondani, és még azt szeretném hozzátenni, hogy voltak videók, és hogyha valakit érdekel továbbiakban az alvás, meg az, hogy mit tehetünk a kialvatlanságunk ellen, akkor van egy YouTube csatornánk, aminek az a neve, hogy Te jól alszol, ezeket és ennél több videót is meg lehet rajta nézni. Itt további információk találhatók az alvással kapcsolatban, ami nagyon-nagyon fontos, ahogy az előbb is mondtam. Én most ennyit szerettem volna elmondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és persze, ha van kérdés, akkor válaszolok nagyon szívesen. Köszönöm szépen!